Köszöntöm Önöket a MOL Liga elődöntőjének negyedik játéknapján, ahol is az utolsó párharcunk lehet, hogy utolsó, de még ezt nem lehet így előre kijelenteni mérkőzésre. Következik annyi biztos, hogy Dunaújvárosban a két csapat nem fog játszani. Ahol is a Dunaújváros a HC Novezám kicsapatát fogadja. A hazaiak, ha ma nyernek, akkor pontot tehetnek a párharcra, ha és amennyiben a vendéggyőzelem születne a mai mérkőzés során, akkor pénteken lesz a mindent eldöntő ötödik találkozó a két csapat között. A két kapusa, amit lehet látni a hazajaknál Szevel, a véd megint, illetve a légyen ismétetlen Zima. Mérkőzés játékvezetője pedig Mário Filiescu lesz. Na nézzük, Galanice és André Stefánt, a Galanice elhozta a korongot. Annyit buliztak egymás ellen ebben az egy hétben, hogy aztán csak ismerik minden másnak a kis mozdulatait is, közben egy unavási első akció. Kis Ákos lövését fogja Cima Král. Odra egy Stefánka. Unák. Szevele a Puhovsét, ők és nem is sikerül feltordítani Rindgren. Szerencsétlenkedik Polszki meg. Szerzi vissza a korongot, de Szevele a biztos, ami biztos. Mint egy agyatigris rávetődik a korongra, így Budi lesz. Dunaújváros kapuja elől. Mi az Stefánka, ez Grösli. Stefánka elhozta. És arra kapópercőben lesz az egy kiállítás. Ott a való megenni játékot. Köszönjük, hogy így is van. Szomogyi Balázs kettő perc. Lehetett ott azt látni, hogy Bednarik ütötte meg a bottal. Hát kettő perc, nézzük, hogy mire mennek a vendégek vele. Tehát ötből semmi. Dunaújváros meg egyből egy. Az ember elég kihasználás. Peterdi kiki a korongot. Hát gyorsan belelőnyűsból már nem lesz. Král, Ioannidis. Ondrej Stefánka. Miroslav Stefánka. Ondrej Stefánka. Galanis. Szépen hozták fel a Stefánka testvérek a pakkot. Král. Ondrej Stefánka. Kisák Ondrej Stefánka. Fatal. Emelik ki a korongot. Nincs tilos leszorítás, hiszen ember hátrányban vannak. Ioannidis. Barczak. Kuba, Ioannidis, Miroslav Stefánka, azt hiszem le fog peregni az ember előjük. Ők is emelik a korongot, Pavuk és Suárda versenyen tudása, illetve Suárda nyer. Közben kiegészülnek a hazaiak. Unák. Pavuk megy a korongért, de német jutott megelőzi Suárda. Unák. Ők is a Somogyi. Unák. Kuba. Német Viktor. Kuba. Papcsaba. Baron. Barczaknek le a szélre. Barczak próbálkozni, vagy beállítani közükre, vagy rálőni. Elmegy a kapu előtt. Kuba. Vissza. Hüfner Adrián. Szevel, a micsoda hiba! Hát Hüfner és Szevel összehozta a Novezám, aki de legfőképpen Hüfner vezető gólját. Osztertán, hát nézzük. A haza akart adni, és Szevel nem hitte, hogy egy ilyen rosszul fog pattani. Lepattant, és Osztertán pedig hát köszönt, hogy szépen belőtte. Osztertán góljával vezet 1-0-ra a Novezám kicsapatát. Köszönöm. Azari, már 0-0 nem lesz, az biztos Somogyi. Azari, na most egy Dunaújvárosiak most töröghetnek, menni kell az egyenlítésért. Varga. Barislav Varga. Somogyi. Grösszi. Ó, Azari, most a rosszul is nem is találtál megint. Nagy. 10-el. Vojtó, Varga Milán, Osztertás, Várcsák, Szevel a véd, Nagyinyi Ács, Szappanos,
Miroslav Stefánka. Nagy Richard. Szappanos. Kladi. Miroslav Stefánka. Pavuk. Németh Viktor. Bednarik Lund. Peteri rosszul passzolt vissza. Miroslav Stefánka. Bednarik. Mit védett? Peter Szevelák. Lund már indulhat is meg. Lund. Nincs bent, ima véd. Peterdi ismétlése pedig visszakerült hozzá, így megfogta. A hazai sorokat láthatjuk. Cserekapus. Ma is Kis Tamás. Úgyhogy a harmad végén a kollégák egy kicsit kiírták. Baron, Barczák. És itt az első harmad vége. Hát Hüsner és Peter Szavala kabaréba élően összehozta az Élsepújvának a vezető volt, tehát egy harmadnyi játék után Dabdokler, HC Love, Zamki 0-1, hamarosan jövünk majd vissza a második harmadba.